Azt mondtam, hogy nincs mese. Láttam tönkre menni kollégákat, főleg az ital miatt. Azért, mert hogy föladja meg, én nem adom föl, nekem jön. És hát nagyon sokáig úgy jött a dolog, hogy mindig egy nagy szerep, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és akkor mindenki oda volt, és megint egy évig semmi nem történt. De ezt minek tudod? Nem be, tudom, hogy... mert ilyen volt az egész, nem tudom. De szóval... te nem veszítetted el a hited? Nem. Hanem tudtad, hogy nem, mentem tovább, és éltem. Jó, kísértem magam, paraszkodtam, férjem mindig azt mondta, te azt hiszed, hogy ezek nem örülnek annak, mikor te panaszkodsz? Mert ugye elmeséltem, hogy bementem a boltba Pécsen, és azt mondta nekem az eladónő, ott a sonkát frakosgatta, hogy jaj, művésznő, de örülök, hogy látom. Mert a maga férje egy csodálatos színész. És akkor azt mondja nekem, és én ezt elmeséltem az öltözőbe, és mindenki röhögött. És azt mondja a férjem, te azt hiszed, hogy ezek nem örülnek? Kiröhögnek téged? Nem baj, mondom, én kiadom magamból, én leadom ezt a sok szart. És akkor föllélegzem.